Gyere, Gina! Hello! És már készen hozod a Grinch-et magaddal, vagy nem, itt fogod elkészülni? Az a Zanú, abból készül. Na, tessék, amúgy, tudtam igen. Én, hogy a Gina tudni fogja. Köszi, most Gina. Az a baj, hogy mostanában annyi mindennel jössz, hogy én mindig kiszorulok innen, úgyhogy ezt ide hátra pakolom. Takarítani fogsz, végre. Nem. Hát vagy végre, úgy, ahogy kell, felülünk a seprűre, és erre repülünk. Igen, ezt is gondoltam, igen, hogy a járművedet miért hoztad be. Mert az boszorkánytól messze állok. Ez a régi seprünk volt, még jó, hogy elraktuk, tudod, mindent elrakunk, még jó, hogy nagy a garázsunk. És a elhasznált seprű nyelét belefúrtuk a karácsonyi. Mielőtt belekezdenél, szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét a csodálatos színkoordinációra, ami itt megvalósult, köztünk is, és az eszközök színe között is, tehát minden barna, fekete. Én elmenjek, mert én kilógok teljesen vagy a képből. Valahogy elviselünk. Köszi. Fúrni fogunk egy lyukat a stabilitás kedvéért, mert a drótot, amivel rögzítjük majd, na, ilyet se láttam még, hogy valaki kifúrt egy seprűnyelet. Látod, sok minden ez újra tanulhatunk. Ez pedig... Aha, és akkor ez fókuszrost. Fókuszrost, ez nem baj, és nem baj, hogy átfúrtad, tehát ez is volt a célod, hogy ez volt a célom, igen, alul ugye belefúrtuk egy csavarra, és azért kell, mert majd a rögzíteni fogjuk erre a növényeket, alulra tuját fogunk halmozni, utána pedig nobilis fenyőből csinálunk egy ilyen manófát, tehát nem egy hagyományos grincsfa lesz, hanem egy ilyen nagyon jó kerti vagy akár benti dekoráció, a vége egy ilyen hullámszerű. Na, látom, hogy anyukám minek kezd neki hétfőn. Adjuk neki egy rendszeres már, hogyha lemegy a műsor, akkor másnap felhív, és kikérdez, hogy te mit, hogyan csináltál, és mit, hogyan szereztél egyszerűbb, be. Egyszerűbb, ha nekem üzenem. Igen, megmondom neki, mami, hallod? Szóval egy erősebb drótot majd ezen át fogunk fűzni, és így fogjuk először a tuját, hogy egy picit kitarts, az egy olcsóbb hulladékanyag, amit otthon is ugye megtalálunk. Én például kicsit legaljasztam ott alul a tujánkat, és akkor így könnyebb lesz. Hát nem a szomszédból hoztad, hogy megint csak földobjuk, igen, a szomszédból lopott fenyőfa kérdéskört. Alulra pedig, hogy jobban nézzen ki, bár így is hagyhatnánk, hiszen ez is egy természetes anyag. Gondoltam, hogy ezzel a kókuszháncsal tekerjük körbe, és akkor egy kicsit mutatósabb lesz, ha tartod, azt megköszönöm, és... Jó, én még nem látom, hogy igen, én se teljesen, de bízom a Ginában. Tehát a Gina azért eddig még nem hagyott minket cserben. Ja, sőt. Ez egy összetettebb dolog, és azért gondoltam, hogy ne a hagyományos grincsfát készítsük el, ami ugye zanóból készül, meg már kb. Mindenki tudja, igen, hogy kell. Meg ez egy kicsit letisztultabb dekoráció lesz, ami akár egy modernebb házhoz, akár egy kis hagyományos erdőbéli házikóhoz is passzolna. Ez az, amit én viszont még nem látok, de oké. De oké. Nem látod? Nem, a letisztultságot... Ez neked nem. Nagyon fog tetszeni, és szerintem Dórának is, mert ti szeretitek a természetességet. Igen. Eddig a furatikkel eljönnünk. Figyelek. Ezt egyébként... Nagyon jól csináljátok. Hát mi összeszokott páros vagyunk. Annyi ilyet csináltunk már, hogy ez már rutinból megy. Oké, hogyha ezzel megvagyunk, akkor még ezt így ide tekerem párszor, és meg is vagyunk. És jöhet a tujának a halmozása. Uh-huh. Ez tényleg azért kell, hogy spóroljunk a drágább fenyővel. Uh-huh. Tehát ahol itt van a furatunk, ide belerakunk egy drótot, rögzítjük. Ahogy mondtam, egy kicsit bonyolultabb lesz ezt elkészíteni, de mindenképpen meg. Jó, hát mi próbálunk így legalább ilyenekben támogatni, hogy megfogjuk alul, tehát nagyjából ebben tudunk. Nagyon örülök. Igen, és nézzük szájtátva, hogy mit művelsz. Én ezt szeretem a legjobban, amikor a Gina valami nagyon szépet készít, és én csak áhítattal figyelem. Igen, tehát ilyenkor tényleg csak díszletelem. Ezért vagyunk itt, hogy díszletelem, de te legalább segítesz. És soha nem készíted el, hát ilyen csalódást. Na, dehogy ne, dehogy ne. Az oknival mi lett végül? A bűnös oknival? Ki aha, most? Tudod, abból megígérted, hogy kalendáriumot csinálsz, igen, a fiúknak, igen, de úgy érzem, hogy ezen már akkor túl nagyon, nagyon sok mindent kellett csinálnom az elmúlt héten. Megjelent a könyvem, azzal nagyon sok dolgom van. A Dóra saját maga kézbesíti az összes könyvet, bárki meg. Nem igaz. Ő viszi házhoz. És akkor már ott van, rögtön főz is, tehát érdemes, és akkor rögtön összedob valamit. Ez egy nagyon speciális ajánlat. Sok ezer ilyet szeretnék teljesíteni. Hogy megmentselek a témától, mondom, hogy erre figyelni kell, na, hogy teszi, jó legyen az arány. Tehát jó vastagon több centiméter
nem tudom ez mennyi, vagy 5, 6, 7, lehet 10 is lesz, mire átkötjük. 4,3. 4,3, uh-huh. Ahogy miért? De azért kell, hogy amikor majd a fenyőket elkezdjük rögzíteni, akkor ilyen jól kiálljon. Mint egy alsó szokja, mint egy abroncsos alsó szokja. Pedig... Yeah. Vékonyabb. De ez a kalapja lesz, de nem a szoknya. Igen, tudom, hogy nem a szoknyája, de hogy így működik egy abroncsos alsó szoknya, hogy kitartja a szép anyagot, igen, és ad neki egy tartást, meg egy... És egyébként ezért az alakja miatt hívják, nem csak egyébként grincsfának, manófának, hanem manósipkának is, mert olyan lesz egy kicsit, mint egy ilyen kis slityak. Slityak, egy igazi slityak. Egy valódi slityak lesz belőle. Egy ilyen szép szinonímát használjunk. Hát figyelj, ebben is kreatív vagy. Vagy van ilyen szó, hogy slityak? Szerintem ezt most találta ki a Gina. Hát nem tudom, mifelénk használják Hajdú-Bihar megyében. Akkor figyelj, akkor okay, én tanultam akkor egy újat. Én még ezt fogom folytatni, de megmutatom, hogyha hoznál ebből a Nobilis fenyőből. Ez egy nagyon tartós fenyő. És nem szúrós, tehát hogy lehet vele dolgozni, mert nem szurkálja tele a kezünket. És nem is gyan. Az a nagyon jó, hogy a Márk nem fog tudni átjönni velem a konyhába, mert ő itt tartani fogja neked ezt a manót, és én fogok megenni minden finomságot, ami ma készül. Biztos, hogy nem, mert olyan finomsága készülnek, én ezt már tudom, hogy nincs engem, hét lóval nem lehet majd itt tartani. Elengedheted nyugodtan. Köszi. Szóval így szépen majd még alá dolgozok, és akkor ettől lesz ilyen jó alakja, hogy így sűrűn pakolom majd. Jó. Jó, hát akkor, jó. Akkor hagyunk is tégedi dolgozni. Nem, én megyek a konyhába, te meg csak nyugodtan kapaszkodjál. Boldogul a Gina, hát tök jó, én csak itt útba lennék. Ugye, Gina? A manóba! Te jól néz ki. Most már lerakom, mert nem tudom az asztalon folytatni. Bár jó, még azt megmutatom. Hát te álljál rá. Ide jöttünk, hogy megnézzük, hogy áll a manó, és elrejti. Igen. Mert a tetejét kell díszíteni, és már szinte nem érem el. Jó, de akkor legalább odarakjuk, mert ott látja a kamera is. Itt volt ne dugjuk el a nézők elől. Jó, itt volt, vagy ráállok a dobozra. Tényleg? Itt volt egy-két lyuk, és azt dróttal pótoltam, hogy ne lehessen észrevenni, hogy nem pont jó lett az arány, de megpróbálom így is megkötni. Tehát a tetejére is hagyni kell ugyanilyen hosszú szárakat, lehetőleg jó dús részeket, és akkor itt el kell kezdeni vékonyítani. Tényleg egy pipiskednek kell szépen. Nem, tegyük le. Tegyük ide előre, le. Gyere, és okay. akkor ide formabontó módon ide tesszük. Nem baj. Teljesen olyan lett. És a drót végét kellene megtalálni. Ott van az. Megvan. És akkor most ülve nyugodtan leülhetsz a kanapéra, és úgy alkothatsz. Ezt egyébként szerintem, ha otthon készítenénk, akkor mondjuk a garázsban, vagy valahol biztos ugyanígy legugolva mellé. Igen, tehát nem biztos, hogy pont a nappaliban kell ezeket a dolgokat csinálni, de igen, jól ismerjük. Ugye végig figyeljük az arányokat, és itt a legvégén már nagyon jó szorosra össze kell drótoznunk. Ezért is jó egyébként, hogyha egy jó erős drótot használunk, hogy biztosan bírja majd. Uh-huh. De ez a... egy kis pici, ilyen kis karácsonyfának is beillik, tehát hogy ezt a feldíszíted, és akkor egy ilyen... Hát akár egyébként tényleg annak is lehetne. Igen, csak minek építs egy karácsonyfát, hogyha lehet egy karácsonyfát találni. Mert valaki szereti a kihívásokat. Lehet, hogy valahol, nem tudom, a szomszédban mondjuk, nem tudom, vissza kellett vágni egy karácsonyfát, levágtak mondjuk egy pár ágat, ami árnyékolt, és akkor abból van egy csomó ilyen ágad, és akkor azt fel tudod használni. Építhetsz belőle egy manót. Igen. Ugyanilyen például ugye a tuja is, hogy ha valaki egy kicsit az alját megtisztította, megmetszette, akkor például csak tujából is elkészíthetnénk, azért úgy sokkal olcsóbb lenne, csak az a baj, hát hogy a tuja hamarabb igen. meg fog barnulni. Meg a szépsége sem ugyanaz. Igen, ez meg nagyon bírja. Van ejlandi ciprus sövénye, amit szintén igen gyakran kell nyírni, az is jó lehet, mert annak meg nagyon erős illata van. Mint például neked van otthon? Nekem van, igen. Valahogy sejtettem, igen. És mindig imádom, amikor megnyírom, és akkor szagolgatom a jó kis gyantást. Mi Dórával csak a szobanövényeket locsolgatjuk. Igen, hát én azokat nagyon szépen nevelgetem. Viszont innen már megint olyan jó illatok jönnek, itt valamit karamellizáltál, Pál? Igen, vajat. Vajon sütöttem brióst. Nagyon jól csináltad. Ez egy olyan kiszúrás szegény műsorvezetőkkel igazából ez, hogy akkor mi itt beszélgessünk, és közben hagyjuk figyelmen kívül, hogy döbbenetesen finom illatok jönnek a konyha felől. De engem ez pont motivál. Én pont azt érzem ilyenkor, hogy annyira jó, hogy itt beszélgetünk, és a végén meg fogjuk kóstolni azt, ami ott készül. Így is lehet nézni, de én már engem türelmetlen vagyok, és már én csak így állok, és nézném Pánc, hogy akkor mit csinál, és mikor lesz kész. Na jó, Gina. Téged hagyjunk itt küzdeni az elemekkel, vagy igen, segítsünk valamit? Igen, és akkor a legvégére jöhettek majd egy kicsit segíteni, megmutatom, hogy hogyan lehet így betekerni. Ja, még olyat is lehet ebből is csinálni. Wow. Akkor ez egy ilyen luxus verziója a grincsfának. Sokkal melósabb.
De kicsit lecsinszte, ha jön a Gina és megcsinálja, úgy nem. Úgy nem. Igen. Igen, csak fel lehet bérelni, ha valaki szeretné. Igen, na, téged is, tessék, a márka ez kiközvetít itt mindenkit. Engem is, téged is. Erre a szakmára van egy név, amit most nem fogok mondani, mit csinálok. De érdemes, hogy meg kell érdeni a Dóra könyvét, ő kimegy, kiviszi, megfőz, Zsina közben megcsinálja a kis manót, ennyi, nálam kell jelentkezni ez ügyben. Jó, oké, de szerintem ne folytassuk ezt a gondolatmenetet, inkább menjünk át a konyhába. Igen, megyünk egy kicsit arra, hogy mi történik a manóval. Én maradok itt ülve. Te maradsz ülve, jól van. Igen, mert annyira ide költözött mellém. De nézd meg, hogy a Gina ezt is úgy csinálta meg, ezt a manót, mintha szobrász lenne. Én nem hiszem el, hogy itt egy ilyen sima felületet tudtál létrehozni. A dróttal addig kell tekergetni, amíg ilyen szép nem lesz, és akkor a hézadokat. Elrejted a drótot itt a tűlevelek között? A dróttal addig kell tekergetni, ez kb. Addig kell festegetni a vásznat, amíg ott nem van a tájkép. Hát most is ennyi. Hát igen, szóval hogy olyan ilyen természetes eleganciával és természetességgel adod ezt elő, hogy tekergetni kell. Igen, nem de én figyeltem nézni a szemem sarkába, hogy ezt is, hogy akkor méregetted oda, meg hogy akkor hogy jöjjön ki ez a kis fittyenés, mert hogy ez magától nem fittyen így. Nem. Hát, hogy jól nézzen ki a legvégén. Megfontad, igen, meg látom, hogy és jó akkor az apró kis levágott részeket összedolgoztam, egyébként ide többet kellett volna még berakni a végén, több hosszú, de nem maradt ki, és akkor ezzel a én is pont ezt akartam kevés. De többet kellett. Ha, de most már látom, hogy így tudod formázni. Igen, ezzel a dróttal, hogy húzod, és akkor összeáll, és megadja és azt a formát, amit te szeretnél neki. Vagy esetleg oda kötözünk téged. És itt a manóval összefortok. Végén nagyon fontos a drót szerepe, mert így tudjuk majd minél szorosabban betekerjük, annál jobban formálható, aha, hogy pontosan hogyan akkor is most majd meg is tudod ki tekerni. Igen, hanem kitaláljuk mindjárt, hogy mit ad ki, milyen formát hoz ki. Tulajdonképpen, mint maga a drót, ez ide-oda hajtható akár. Ide például még egy kicsit én raknék, hogy tuti, hogy kicsit ilyen merevebb legyen. A nyaka. Uh-huh. Jó, Gina, az a körülbelül egy percet van erre, ezt az információt itt sugalták nekem. Ott már segíts be, egyszerűen a Ginának. Igen, baj, készen leszek, és már az nem kell oda. Azt mutatom, hogy szerintem igazán jól nézzen ki, erre jöhetne még egy masni, amit ide a végére kötünk, és bár nem annyira természetes, de egy kis hóspré. Egy kis, és ezt elvágja magadat? Azt még ne vágj le, majd akkor, ha lesz időm, még eldolgozom. Szóval akkor így néz ki a manófán, és... És az elmaradhatatlan hóspré. Igen, egy kicsit még. Nem látszik legalább a korpa rajta. Hát, olyan lökött. Hát ez ízlés szerint, hogy hogyan használjuk, de... Igazából így készül egy manófa, és ez a teraszon is nagyon jól néz ki, vagy be is vihetjük, vagy akár egy karácsonyfát is kiválthat, hogyha szeretjük a kihívásokat. Igen, mert egy-két ilyen kis piros kis gömbdíszt is el tudnék rajta képzelni, úgyhogy tényleg igen, nagyon... Akár fel is lehet díszíteni, és akkor igen, utána azt egy jövőre újra használjuk. Egy piros orr, egy bajusz, meg két szem hiány. Na tessék, látod, egyből beindította a fantáziádat. Jó, kapsz még egy kis időt arra, hogy befejezd a művedet, és mi pedig elmegyünk addig Pál az a konyhába.